Minden youtuber könyörög. Iratkozzál föl, lájkoljál be, kövessél be. Tiszta szánalom. Tiszta szánalom. Tiszta. Ne kövessél, ne iratkozzál föl, ne is nézd meg a videó. Éve várom ezt a napot, de tényleg egy éve várom ezt a napot, mert mikor megalapítottuk ezt a podcast csatornát, cirka egy éve, körülbelül. Akkor az első vendég, akit én mondtam... Az első között volt. Az első vendég az nem volt más, mint a VV4 győztese, a nemzetközi sztár, a taxisofőr, vagyonőr, és még hát sorolhatnám a nőcsábász, Nagy Alekosz, személyesen. Üdvözlünk itt a stúdióban tényleg. Szervusztok, szervusztok. És miért volt ez az első gondolatod? Hát rajongód vagyok. Én a VV4 óta követlek téged. Én imádtam minden egyes pillanatodat. És ez miben nyilvánul meg? Hát hogy miben? Hát 10 éves voltam, olyan 11 éves voltam körülbelül, amikor ment ez a műsor, 2011, ugye? Igen. A Budafokon forgatták, ha jól tudom, azt a műsort. Hát sokat nevettek. A város, amelyiket megadóztatott. Így van. Tehát megadóztattad Budafokot. Ez hogy volt ez a sztori? Hát eltelt 10 év. És ugye, hát jó, hát valamennyit profitáltam én ebből, de lehetett volna többet is. És úgy gondoltam, hogy hát itt a nagy lehetőség, ugye itt úgyis már mindenki jótékonykodik, fizet mindenki mindenkinek, ha kell, ha nem. Itt mindig ez megy. És hát ugye én meg ezekből nem nagyon vettem ki a részem. És mivel Budafokon volt a maga a ház, a villa, ezért a budafokaiak ezt többen, jobban látták, mint akik nem ott laknak. Hiszen ők ott laknak. Igen, és ezért úgy gondoltam, hogy sokat szórakoztak rajtam, nevettek velem, tehát tényleg én ott a hálószobákban ott voltam, és tehát velem örültek, és tényleg fél évig én az embereknek adtam egy jó hangulatot. Akkor én most egy kicsit meg vagyok szorulva, akkor most segítsenek rajtam ezek az emberek, és tényleg 1000 forintot mindenki fizessen be egy olyan... Nemzeti humor címszó alatt. Igen, köszönöm. Nemzeti humor, nem tudom, az összes sztorit imádom. Fizessék be, és akkor kimondottan a budafokiak, mert hát mégiscsak az ő hazájukban történt hát ez. Ők kompetensebbek ebbe a kérdésbe. De akkor lehet, a Berki tőled lopta ezt a befizetést, nem? Nem hiszem. Nem, a Berki Krisztiánnak egyébként nekem ezzel nem volt gondom, amit ő csinált. Uh-huh. Ő ezt nagyon jól kitalálta. Szerintem is okos húzás volt. Ő jobb üzletember, mint szereplő. Annyira nem jó szereplő, viszont van érzéke az üzlethez. Ezt nem lehet elfirtatni tőle, és lehet, hogy én is ezt csináltam volna, mint ő. Nagyon sok pénzt keresett. Nagyon sok ember kíváncsi, főleg manapság. Hát nézzük meg, mi folyik tényleg a politika, média, mindenhol a gyerek, a családtámogatás, párkapcsolat, házasság. Tehát minden a gyerek, minden a család és minden a házasság körül forog, még akkor is, hogyha belülről az egész, majdnem az összes rohad. Hát soha ennyi válás Magyarországon nem volt, mint most. A vállóperes ügyvédek a fénykorukat élik. És hozzáteszem, a nők sokkal aljasabbak az ilyen szituációkban, mint a férfiak. Akkor most ezért van ez a nagy pálfordulás veled is? Most már két közös pont van a Berkivel. Nem? Miért is? Ezt nem értem, hogy mi hát, mert most ugye elkezdtél gyúrni, és elkezdtél járni edzőterembe. Ez volt az apropó, ami miatt meghívtunk téged. Nem, hát ennek nincs ehhez köze. A Krisztiánhoz legalább csak annyi köze van, hogy azért ő, az ő teste azért az nem rossz. Tehát én régen őt egy tenyészbikának gondoltam, meg tényleg ilyen bűnözői kinézetű embernek, meg a hozzá hasonlókat is hát hallhattátok. Én lebűnözőztem az egész bandát. BMW bűnöző, hát akkor a primitív, a buta. És igen. Most pontosan... Ezeket a jelzőket veszed föl magadra is. Tehát egy 180 fokos fordulás. Hát igen, mert ugye a cél, ugye mindig miről volt szó, hogy én azért szittem ezeket az embereket, mert ők tudták elérni a jó csajokat. Tehát itt a jó csajok a kulcs. Ugyanis a jó csajok buták, primitívek. És ezt most nem úgy kell érteni, hogy én őket lehülyézem, hanem egyszerűen primitívek. Tehát ez látszik a döntésükből és a választásaikból. Mindig rosszul döntenek, mindig rosszul választanak, kivétel nélkül. Szeretném én is megteremteni a buta primitív férfi kinézetet minden szinten, és azt akarom, hogy én legyek a rossz választás. Tehát akkor a Berki Krisztián az egy buta primitív kinézet. Igen. És a Majka? Igen, most akkor hozzá is hasonlítasz, mert gyakorlatilag igen. Minden stimmel, hogy a tetoválás is majd. Hát nézd, az a helyzet a Majka és a Krisztián között, hogy míg a Krisztián intelligens, addig a Majka nem. Majka bunkó?
Hát Majka, de ez is egy image, nem? Hát nézd, a Majka szalonképtelen, ő vállalhatatlan. Tehát ő vulgáris. Hát de miért is ott van a tévében? Hát nem is értem egyébként, abban a tévében van, amit a magyar kormány irányít. Egy keresztény konzervatív kormányról beszélünk, ugye? Ahol a vulgaritás, meg az a fajta szalonképtelenség, amit a Majka megjelenít, akár a tévében is, az hogy a fenébe összeegyeztethető a keresztény konzervativitással? Szerintem sehogy. És téged mikor láthatunk legközelebb a tévében? Hát szerintem soha. Hát engem oda nem engednek be, hát ne viccelj. Engem oda nem engednek. Tehát én nem. De miért? Hogy? Hát, hogyha az RTL-t nézzük, ott a programigazgatót Kolosi Péternek hívják. Ő egy büszke ember, és tulajdonképpen a magyar médiában ő az, aki eldönt mindent. Most hiába a MTV, a TV2, akármelyik TV, Kolosi Pétert nem lehet kikerülni, nem lehet megkerülni. Ha valaki... De a TV2-ben miért? Mondom. Tehát ha valakiről ő leveszi a kezét, akkor az az ember nem létezik. De összevesztéte mindenkivel a tévébe? Nem összeveszést kell elképzelni. Tehát nem drámai ajtócsapkodásokat kell elképzelni, nem erről van szó. Történt valami belső dolog, ez lehet személyes is, és mint mondottam, ő büszke ember, és levette rólam a kezét, és innentől kezdve nekem a tévékben annyi. Amíg Kolosi Péter azt nem mondja, hogy akkor nyitva az ajtó, és zöld lámpát kapok. De hát ezt nem mondta, leveleztem én vele többször is, és kijelentette, hogy erre egyelőre nincs lehetőség. A TV2-vel kapcsolatban, hát az meg ugye a kormány propagandát tolja, és hát én az elmúlt fél évben elég keményen politizáltam, civil politikai elemző voltam, és azok meg hát teljesen ugye szembe mennek a TV2-nek a szellemiségével, úgyhogy gondolom, bár nem tudom, de gondolom, hogy oda meg azért nem. És tulajdonképpen az RTL-en kívül meg hát minden tévé, ugye a kormányi, a Fideszé, és mivel én ugye avval szembe mentem, hát akkor itt csak az RTL marad, ott meg az említett okok miatt nem, úgyhogy szerintem sehol. Néztem a TV2-t, amúgy ment ez a Fan VIP, és ott a Gáspár Zsolti meg a, hogy is hívják, Demcsák Zsuzsa. Igen. Hát nem áll hozzád közel szerintem a szívedhez. Nagyon a Demcsák Zsuzsa, hát én láttam azt az interjút. Mi a kérdés? Hát, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ők hogy lehetnek ott, és te mondjuk most pont itt ülsz, és nem pedig forgatsz valahol. Nekem ez felfoghatatlan, hát neked saját műsorodnak kéne lenni a televízióban, hát én imádnám minden nap nézni, minden este. Hát mondom, hát a TV2 politikai alapon dönt. Tehát a Demcsák Zsuzsa kormány szóvivő akart lenni valamikor. Igen. Tehát azért neki politikai kapcsolatai vannak. Privát politikai kapcsolatai is vannak, ugye, meg hát ugye szakmai politikai kapcsolatai is. És szerintem döntő, legalább 80%-ban az ő hovatartozása dönti el, hogy ő ott van, és 20, vagy 10, vagy inkább 5%-ban a szakmai alkalmassága, mert szerintem az nem létezik. Tehát aki tényleg képes kokainnal a hasába, piával a hasába, teljesen beállva beülni egy tévéstúdióba élőbe, ugye ez egy nyílt dolog, tehát ezt nem most leplezzük le. Tehát aki erre képes, azt szerintem, hát ne haragudjál nekem, utána nem lenne pofám bármilyen közszereplést is vállalni. Ez érdekes, mert most ahogy így mondtad is, meg telefonon beszéltünk, én tudom, hogy te honnan érkeztél, egyenesen Balázséktól jöttél ide. Ők viszont téged rendszeresen behívnak, tehát rendszeres vendég vagy a stúdióban, a rádió egy stúdiójában. Ez azért fordul elő, mert a Balázs azon kevesek egyike, és nem azért dicsérem, mert én engem beszokott hívni, de tényleg azon kevesek egyike, akinek van humorérzéke, és az a fajta humorérzéke van, ami tényleg humor. Tehát nem azért nevet, amiért például egy Kárász Robi, vagy egy Náda Janikó, vagy mit tudom én, sorolhatnánk. Hát az Anikó az miattad lett híres csak. Hát jó, hát ha én akkor kiviszem a való világban párbajozni. Ugye az Anikót kihívom, akkor ő 95-5-tel kiesik, és már azt se tudják, hogy ki az a Náda Janikó. De így hát van. Nem így történt. Nem vittem ki. Mennyit ér egy döntés, mi? Hát igen, meg hát ugye hogy gyermeket szült az RTL producerének, és akkor hát ott már onnantól kezdve már teljesen nyitott minden. De visszatérve a Demcsák Zsuzsáról beszéltünk, ugye, hogy most az ő kvalitása. Meg a Sebestyén Balázsról. Ja, igen, a Sebestyén Balázsról. Szóval ő neki tényleg van humorérzéke. Ő fölismeri, ő látja a lekoszt, érti a lekoszt, el tudja helyezni térbe, időbe, témába, mindenbe, reflektálni rá. Ő ki tudja hozni. Friderikusz mondta, fiatalabbak nem nagyon ismerik, ő egy... Dehogy nem, egy... mindenki ismeri most. Most ő is podcast-el most. Igen, most neki van egy ilyen podcast csatornája, amit rendszeresen... Ő mondta, hogy Alekosszal mindenhol hát próbálnak ezt-azt, de mindig rosszul nyúlnak hozzá. Szóval Friderikusz mondta, és jól mondta. És a Balázs az egyetlen, aki úgy tudja megragadni ezt az egész Alekosszi jelenséget, ahogy kell. Tehát a Balázst kellene az RTL élére ültetni, és akkor a Balázs biztos, hogy engem beemelne, rám szabna egy olyan adást, ami országos siker volna, és mindenki arról beszélne. De hát nem a Sebestyén Balázs a programigazgató.
Egyébként most már mondtad ezt az Alekos személyiséget. Ez a személyiség egyébként ez a képernyőn is, a magánéletben is ugyanaz? Nem mindig. Nem mindig. Ez váltakozik. Nagyon sok rétű ez, és az váltakozik. De nem ugyanaz. Egyáltalán nem ugyanaz. Sőt, nagyon nem főleg ugyanaz. Nem. És a Balázsra visszatérve, ugye volt egy olyan történet, hogy te a Tinderen Sebessén Balázsra közös képpel voltál jelen. És hogy így sokkal sikeresebb voltál, vagy így ért valami hatás, így, vagy így jobb volt, vagy rosszabb volt így a keresési ráta. Vagy ez miért volt, hogy miért pont Sebessén Balázs, vagy miért nem mondjuk egy más mondjuk személyen. Én, nem? Igen. Hát ez egy éve volt, amikor a fotó készült, éppen egy éve volt, és annyira jónak találtam azt a fotót, hogy egyszerűen felhasználtam a csajozáshoz. És volt is siker a Tinderen, párvállás ugye volt, de amint kiderült, hogy én vagyok, és az egész elindult a beszélgetés, meg az én milyenségem, hát onnantól kezdve már nem, de arra jó volt, hogy tényleg fölfigyeltek az oldalamra, a Balázs által, hát ő egy nagyon közkedvelt, tehát fölfigyeltek rá, tehát erre jó volt. Már leszettem, most már inkább gyúrós képek vannak kint, utaság akkor, miatt. Akkor még fent vagy a Tinderen, Balázs ugye? Balázs volt egy intellektuális kép volt, de itt most az intellektualitást el kell kerülni. Butának kell lenni. Valaki jó nőt akar, legyen buta. Ezt levetted akkor. Tehát ez így van, ebben biztos vagy, hogy ez így van. Részt én ebben élek. Tehát így telnek az éveim, hogy én ezt kutatom, tanulmányozom, és akárhogy vizsgálom, minden oldalról neki megyek, mindig a végére ugyanoda lyukadok ki, hogy a nők a buta férfiakat kedvelik, szeretik. A nők a primitív, ostoba, erőszakos megjelenésű férfiakat szeretik. Ezt azért így általánosítani? Hát akkor ezért van barátnő, nem? Bocsánat, hangsúlyozom, nagyon fontos. Tehát nagyon fontos kiemelni, hogy itt most jó csajokról beszélünk. Tehát nem átlagosakról, nem anyukákról, nem 40 évesekről. Hát egy anyuka is lehet jó csaj, nem? Nem, 30 fölött vége. Hát de, egy jó csaj az 15... De akkor egy férfinél nincs ugyanez, hogy 30 fölött nézd, vége? Nézd, egy jó csaj az 18-21. 25 maximum, 25 a plafon. 25 fölött nincs jó csaj. Hát de utána... nő lehet, érdekes nő lehet, szép nő lehet, de jó csaj, tehát az a picsás kategória, az 18-21. Az a luxustini kategória. Hát de már lassan apukájuk lehet ezeknek a korú nőknek, nem? Hát miért? Mészáros Lőrinc kinek az apukája? Egy megboldogult Andy Vajna kinek volt az apukája? Akkor te akarsz lenni ez a következő Andy Vajna? Hát nézd, de lehetnél amúgy. Nézd, ha én milliárdos volnék, akkor ez a probléma nem létezne. De nem lehet, hogy pont ez a gond? Pont ez hiányzik még a sok millió zsebből? Nem, két út van. Tehát vagy milliárdos vagy, és akkor teljesen mindegy, hogy nézel ki, lesz jó csajod, vagy pedig nem vagy milliárdos, akkor viszont legyél primitív, buta kinézetű. Tehát BMW, kigyúrt, tetovált, kommunikációban is tényleg egybites, akkor lesz jó nő. Tehát ez a két opció van. És mikor jön el ez az Alekosz? Mert még azért ingbe jöttél. Azért igen, most arra nyakkendőt elengedted. Figyelj, most kezdtem el, még nincs egy hónapja. Szokni kell ezt az új életviten? Vagy mennyire álltál át, mert azért... Hát először a testet kell, tehát tehát ezek külsőségek, hiszen erről szól a primitív ismerkedés, a külsőségekről. Ezért kezdtem el gyúrni, hogy külsőleg legyek primitív. Tehát ha valaki meglát, akkor először ne Alekoszt, a sztárt, meg ne az intelligenset, hanem a primitívet lássa. Aztán majd jön az öltözködés, nem lesznek ingek, nem lesznek nyakkendők. Ikonos póló. Utána jön a kommunikáció. Igen, pont miatt. Ruha tárában, akkor megvagy. És utána jön a kommunikáció. Tehát én azt is lefogom, nem fogok a lányokkal úgy beszélni, ahogy eddig beszéltem. Miért hogy fogsz? Például mondj egy... Udvaroltam, kedves voltam, nem kell. Hogy köszönnél primitíven? Hogy köszönnék? Sehogy. Minek köszönnél? Te vagy az egyetlen ember, aki ennyire gyorsan levágja ezt. Ez nagyon jó. Egy jó csajnak, egy buta ostobadám, de jó csajnak. Minek köszönni? De most ezt komolyan kérdezem. De neked hát nem is várja el. Mondod, hát hogy... nem is jut el a szíveig, a lelkéig, nincs is neki. Nem is jut el, hogy egy köszönésben mi van. De mindig sokkal, azt mondod, sokkal hogy... Sokkal célra vezetőbb, hogyha megdicséred a seggét, vagy a mellét. Hát mondjuk nem? Ez lehet. És az a köszönés. A bobban például. Van, és az a köszönés. És oda fogsz járni. Nézel és bámulod, és a szemébe nem nézel, és akkor ő attól elájul. Amúgy ebben van igazság, de te mindig azt mondod 10 éve, hogy neked nincsenek nőid, neked semmi nem jön össze, és azért voltak komolyabb kapcsolataid, tehát ott volt az Anett, a Betty, akkor azokkal mi van? Ne most én ezt nem értem. Ne haragudjál, de itt most 10 évről beszélünk, tehát felsoroltál 10 év alatt kettőt. Hát igen, aki több évig volt. Elég? Hát a Bettyvel te 3... 6 évig. 6 évig. Na hát akkor... És Anett az Anett 3 évig. Hát akkor az már 9. Na és akkor 10 év alatt kettő elég? Hát egy héten kéne annyinak lenni, ne viccelj. De hogyha valakivel együtt élsz, akkor az nem.
nem, hogy is mondjam, hát idézőjelesen normális, hogy van mellette, vagy az. Egy másik nő, vagy esetleg több nő. Hát nézd, nő. Az új életvitelemet tekintve teljesen normális. Nem az igazit fogom keresni, nem hősszerelmes akarok lenni, luxus tínédzserekkel akarok érintkezésbe kerülni. Nem egyel, nem kettővel, akár egyszerre többel is. De itt a tínédzser az 18 feletti. Igen, 18 fölött. Tehát akkor ezek inkább ilyen fiatal felnőttek. Hát én szerintem egy 18-19 az, de az miért nem tínédzser? Nem tudom, a tínédzserkor az... 18 az a határ, nem onnantól vagy felnőtt. Igen, ugye onnan már. Hát arra, hogy valaki meg 20 évesen is 11 éves szintjén van, hát akkor most... Amik lehet ilyen 30 éves távlatban, már úgy tűnik. Nem, a célcsoport az a 18-25, de 30-nál nem nagyon tovább. Tehát a 30 az a nagyon plafon. Tehát de az mit tudsz adni azoknak, ezeknek a lányoknak akkor, hogy miért, mit gondolsz, hogy miért lesz te nekik vonzó? A külsőség. Hát épp most teremtem meg, a külsőség. Tehát ezeknek a lányoknak semmi más nem kell. Nem, hát meg a pénz, ugye. De mint mondottam, tehát kettő van. Vagy milliárdos vagy, vagy nem vagy milliárdos, de akkor legyél primitív és csak külsőségek. Hát milliárdos nem vagyok, csak külsőség lesz. BMW, kigyúrt, tetovált, buta, ostoba, majommozgás. Milyen tetkód lesz? Majommozgás. Hát amikor már megfelelően a karom ugye már nagy lesz, igen, és lesz hely, igen, de fogom tetováltatni, hogy valóvilág. És a másikra azt, hogy négy. Nem? Vagy hát egy kupát, egy sem. Esetleg. De is elég elég vévén. Hogy milyen típus, hogy hogy kell elképzelni a te ideálodat. Hogy... Nézd, aki 18 és 25 között van, az ideál? Mind. Aurélió, most neked ideál? Most bőrtem. De várjál, még most két kérdés van itt most akkor. Igen, most erre. Mi az ideális hölgy, hogy néz ki? Az igazság, hogy egy lányka 18 és 25 között teljesen mindegy, hogy kiről beszélünk, az jól néz ki. Tehát mutassál nekem egy 21 éves lányt, aki nem jó. Nem hát tudsz. Azért lehet. Mutass meg, és összejövök vele. Hozd ide, ajánlj be, üljön ide. Én esküszöm. Csináljuk meg egy ilyen adást. Rögtön. Csináljuk meg egy ilyen adást. Összehozunk téged valakivel. Nekem 25 alatt nem tudtok ronda nőt mutatni. Nincs. Nem létezik. Tehát ne viccelj. Az az élet egy 20 éves lánykának, hogy magát trenírozza, szépül, épül, tehát csak magával foglalkozik, a külsőség, a butaság. Ebben él. Eleve nem lehet ronda. De az első ilyen luxus tinédzseres posztod az a 2019-es? 18 decemberre. Mert... Nem, az 19 december volt. Tizenkilencben voltál januárban, utána a Balázséknál. Igen, és de 19 decemberben volt a poszt, és 20 januárban voltam a Balázséknál, vagy februárban. Tehát egy évet. Na akkor itt elrontottam egy évet, bocsáss meg. Baj, bocsáss nem meg baj nekem. De hogy ott figyelj, volt az jelentkeztek, első. Jelentkeztek, csak komolytalanok. Tehát Poénból jelentkeztek. Poénból, persze, és akkor visszaválaszoltam nekik, azt kifotózták, csoportokba tették, föltöltötték mindenhova, és akkor azon ment a vihorászás, hogy most én mit válaszolok neki, ahelyett, hogy inkább azt értékelte volna, hogy válaszolok neki, tovább vitte volna, és akkor lehet, hogy jött volna velem a Balázshoz, sztár lett volna ő is, ismert lett volna ő is, hátamon fölkapaszkodhatott volna ő is, bevittem volna a tévébe, ahova engem nem engednek. Ahonnan nem engednek. De a Live TV-be azért voltál. A Live TV volt az egyetlen, aki intelligens. Ő ismerte, hogy esetleg érdemes. Tehát a Hajdú Péter akkor maga. Igen, így. Sőt, inkább a Hajdú Petire sarkítanám ezt le, ugyanis utána a Live TV-ből engem elküldtek. Tehát a programigazgató megmondta, hogy hát nem lát bennem fantáziát, vagy valami ilyesmi volt. De ez a Hajdú Péternek nem az ő döntése volt, hogy elmenjek. Hajdú Péter vitt be, mert ő szerintem jobban lát engem, mint a programigazgató. Hajdú Péter hasonlóan lát, mint a Sebestyén Balázs. Tehetségesnek tartom a Hajdú Pétert. Szintén azt gondolom róla, hogy a kamera nem nagyon kedveli őt. Szerintem nem annyira jó műsorvezető, viszont kétségtelenül fantasztikus üzletember, hiszen milliárdos. Én is szeretnék a helyébe lenni. De te azt mondtad egyszer róla, hogy egy producer az nem lehet sztár. Tehát akkor őt nem tartod magát sztárnak. Nem tartom Hajdú Pétert sztárnak. És kit tart a sztárnak? Ki egy sztár? Egy Balázs az? A Balázs sem sztár. Ugyanis ahhoz ő túl jó, ahhoz ő túl tiszta, túl fehér lappal van mindig. A sztárok körül kellenek, hogy legyenek botrányok. De inkább nem celebek? Inkább? Nem. Hívhatjuk nyugodtan sztároknak. Tehát egy sztár az neki megy ennek, neki megy annak, őnek is neki mennek. Hát azért a Sebestyén Balázsnak is volt ilyen beszólás, hogy belement egy-két emberbe rádióba. Ezek megfontolt. Csípkelődés, előre megírt, legyártott, tudatos, ezek csípkelődések. Tehát a Balázs az, hogy most beperli egy-egy multi vagy valami, hát ott ügyvédekkel,
nem ilyenekre. Én inkább olyan fajta konfrontációkra gondolok, amiket a Bauko Éva csinál. Aha. Tehát az, őt a sztárnak tartom. És az ő körülötte lévő, vagy akár magamat is mondhatom, mert azért körülöttem is vannak. Tehát de nemzetközi sztár vagy. Ilyen típusú emberek inkább alkalmasabbak sztárnak, hiszen konfrontálódnak. Neki mernek menni. Kimerik mondani azt, amit más is gondol, csak nem mondja ki, mert ki van tömve a zsebük pénzzel vagy műsorral. Hát most nekünk, nekem vagy az Évának vesztenivalónk nincs. Se tévék, se rádiók, se menedzser, semmi szerződés mögöttünk nincs. Azt mondunk, amit akarunk, és az ilyen ember a legveszélyesebb. Hát az Éva mond is, amit nem kell. Most egy csomó műsort lesz spoilerezés. A spoilerezés, igen. De meg lehet érteni, figyelj, hát most azok a csatornák tönkretették az életét, karaktergyilkolást hajtottak végre rajta, meggyilkolták a karakterét. Jó, de az Éva is statisztált. A vezércímek mindig ugye botrányhős, botrányceleb. Na de kérdezem én most, miért botrányos az, hogy ő állást foglal, vagy véleményt alkot egy igazán botrányos dologról? Akkor a sajtónak nem azt kéne inkább megírnia, amiről az Éva írt, hogy az a botrányos? Hát valamiről meg kell írni az újságírónak is. Hát de jó, de miért az Éván ércelődik? Az Éva oda tesz... Mert ő a sztár. De nem, ne haragudj, az Éva oda tesz egy sztorit. Hát tehát mert az erre újságíró... kattintanak az emberek. Na jó, de az újságíró akkor miért nem az Éva által oda tett sztorit firtatja? Hát mert lehet, hogy nem kattintanak az emberek. Hát vagy lehet, hogy lojális az RTL klubhoz, ahová, akihez egyébként minden újságíró, mert ugye oda jó ez tartozni, és akkor ezért nem a sztorit fogja meg, mert az Éva, amiket kitesz, az a sztori általában RTL-lel szembe megy, így és van. Akkor inkább támadjuk meg az Évát. Hát, és ez ment 10 éven keresztül, és az Éva ezért spoilerezik, mert egyszerűen tönkretették, nem tud ismerkedni, nem tud férjhez menni, mert elítélik, lenézik őt. Én azon túl, hogy ő nem biztos, hogy a spoilerezéssel egyetértek, de hogy megértem a motivációját, az biztos. És ilyen információkat honnan szerezhet, vagy honnan juthat hozzá ilyen információkat? Ó, hát ne arra, hogy aki a médiában van, az főleg 10 év alatt megismer újságírókat, megismer szerkesztőket, operatőröket, megismer döntéshozókat, operatőröket, ezt, azt, amaszt, mindenkit. Hát azért ott kikerülnek ott, azért az információk. Kikerülnek, hát nem lehet itt egy belső körökről. Tehát az Éva, én is benne vagyunk, ebbe élünk. 10 év alatt azért. Nem nehéz. De nektek is volt konfliktusotok. Hogyne lett volna. Te majdnem feljelentetted őt, nem? Hogyne, voltak itt perek, aztán visszavonások, rendőrségi ügyek. Az nem volt megszervezve? Dehogy volt megszervezve. Semmi sincs megszervezve, amit én úgy, amivel előjött. Otthon ülsz és egyszer csak kipattan a fejedből? Vagy hogy kell képzelni? Tényleg egy ilyen poszt. Miből áll? Hogyan alkotod meg? Én a Securityban vagyok, ugye ott ülök, ott megy a tévé. Ott azért van idő gondolkodni. Köszönöm. Nem csak gondolkodni, hanem ott nyitva van a tévé, ugye akkor ott már mindig az aktualitások, minden reggel a mokkával kezdek, ott már megint az aktualitás. Megint ugye, a propagandát nézed? Hát igen, mert azért a mokkában azért vannak bulvárok is, meg ott azért elég jól napra készen ott azért tálalják. Az RTL-t nem szoktad nézni egyébként? RTL-t nem, mert ott annyira nem. Tehát hát meg ott az Anikó van. Az RTL klub csak akkor csinál valami érdekes húzást, amikor a kormány éppen betámadja őt. Amikor nem, akkor nyugton marad, és akkor ilyen de nagyon lagymatag. Elvből nem nézed az RTL-t? Dehogy is, nem elvből. Egyszerűen nem tartom érdekesnek. Uh-huh. Tehát ott bájolgás van, ott ilyen, mit tudom én, nincsenek karcos, éles interjúk, ott mindig röhögnek, vihalásznak. Hát ami munkában van? Hát ott azért vannak. Hát ott politikusok hát, mennek, jönnek be. Hát igen, azok nem annyira őszinték. Nem? Na jó, de a szakmai szem, a szakavatott szem, köszönöm. Azért le tudja szűrni, hogy most akkor miről beszélnek, miért beszélnek, mi a mögöttes tartalom, mire megy ki az egész, össze tudom rakni, és ezek a dolgok sarkalanak a posztra. És akkor civil szakértőként megírod a posztot. Hát vagy média csendőr. Amikor média politikai, csendőr. Akkor igen, de nem mindig politikai poszt jön onnan, tehát valamikor más, vagy átkapcsolok a Pesti TV-re, igaz, hogy ez is kormány tévé, de ott sem mindig a politika. Szoktál Pesti TV-t nézni? Szoktam, hogy rendszeresen. Igen, de ott sem mindig a politika az, ami nekem úgy ötletet ad, hanem ott is látom, hogy hogyan helyezkednek el, miért van ott, miért csinálja, mit mond, akkor az ő mondandója hogyan van összhangban az ő saját magával, és ott már látok valamit, és az már posztra sarkal, tehát elég széles. Van amúgy valakit így, akit így elismersz, így mondjuk egy Puzsért, vagy aki van, aki tőle tényleg, a Puzsérrel megnéznék egy beszélgetést, te meg a Puzsér. Hát ugye a magyar közéletre gondolj? Na, a közéletre. Hogy valakit, akit úgy... Hát mondjuk, hogy a Puzsértól vettél át, vagy mondjuk van, aki mondjuk nem tudom mástól, aki így szimpatikus, és így követed a posztjait, vagy... Nincs. Önálló nincs. Posztok. Nincs. Önálló. Minden önálló. Puzsért kedveled amúgy? Igen. Attól függetlenül, hogy ő nemrég nekem jött egy kicsit, de elnézem hogyan neki, volt, mert... pontosan? Elnézem neki, mert a maga a gondolatai attól függetlenül
közel állnak hozzám, csak nem tartom szerencsésnek, hogy megtámadott. Nemrég egy héttel ezelőtt talán írt egy publikációt, ami a Berki Krisztiánról szólt, jól legyalulta őt természetesen, jól lealázta. És hozzáhasonlított valami. És akkor hozzáhasonlított, hogy ő azt hiszem úgy hangzott, hogy, hogy nem tesz le többet Berki Krisztián az asztalra, mint egy Alekosz vagy egy Bauku Éva, vagy valami ilyesmi volt. Tehát engem is belefogott. Beszéltem vele telefonon, még régebben találkoztunk is egyszer egy benzinkúton, ott sem mutatta, hogy ellenséges. Volt egy közös barátunk, aki aztán ellene fordult, és én mellette kiálltam az én egykori barátommal szemben. Mármint, hogy a Puzsérral szemben a barátom ellen. Szóval azért én megvédtem a fenekét egyszer-kétszer. De Puzsér mindig hangoztatja, hogy ő nem a személyt támadja, hanem amit a médiában nyújt, az a személy. Szóval külön, ő külön szokta választani. Ő nem, mi például nem Hajdú Péter támadja, hanem Hajdú Péter a média személyisége. Azáltal, hogy Puzsér Robert kinyitja a száját, azt támadja. Azt gondolod? Mert ha nem akarja támadni, akkor befogja a száját, de nem tudja befogni. Szándékosan csinálja. Tulajdonképpen a Puzsér ugyanazt csinálja, mint azok, akiket megtámad. Csak valahogy saját magát soha nem veszi észre. Így az elmúlt 10 év alatt van olyan dolog, amit visszacsinálnál? Vagy a való világ megnyerése óta történt-e veled valami olyan dolog, vagy csináltál valami olyan dolgot, amit úgy gondolnál, hogy ezt nem csinálnád, meg megváltoztatnád, máshogy csinálnád? Nincs olyan. És például sokan... Nincs olyan. Sokan próbálják levetkőzni ezt a való világos énjüket. Sokan elhagyják a VV-t, meg minden, hogy mint a neked nem jutott eszedbe, hogy te is levetkőzd a való világot? Vagy, hogy... Azok próbálják elhagyni, meg levetkőzni, akik nem büszkék rá. És, igen, igen. És itt nem a való világra nem büszkék, hanem a viselkedésükre. És az nem ugyanaz. Hát ne haragudj, amit én ott csináltam, ahogy éltem, hát szerintem az nem volt rossz. Az zseniális. Hát szerintem az, én ott jól éreztem önazonos magam. Önazonos volt inkább, nem? Én ott jól éreztem magam, ez egy hatalmas buli volt, tehát én nem használom prostituáltnak a való világot. Mert sokan annak használják, igen, hogy ugye oda bekerülnek, igen, és igen, akkor azáltal majd akarnak lenni valakik. Valakik. Műsorvezetők, meg mit tudom én, valakik. Egy ugródeszkának tekintik. De nekem a célom maga volt a való világ. Tehát az volt a cél maga. Uh-huh. Az, hogy abból következik valami, az oké. Nem is utána gondolkodtál? Miben? Hát, hogy ugye a való világ után mi lesz? Hát, még a mai napig ezen gondolkodom. Tudatosan nem. Tehát tudatos tervek, célok nem voltak. Hát ami jön. Ha valami jó, csináljuk, ha nem jó, nem csináljuk. Lehetőleg a legjobbat kiválasztani. Valami ilyesmibe gondolkodtam. És mennyi ideig tervezted azt, hogy jelentkezz a való világba? Tehát, hogy ez hány éves procedúra volt? Nem volt, semmiféle ilyesmi nem volt. Nem? Dehogy is. Nem, hát én abban az időben akkor is már csajoztam ezerrel, és hirdetett, akkor még Iviv volt. Igen, tényleg. Ön voltál az Iviven? Persze. Ott ismerkedtem. Még nem lehetett csajozni, nem? Tehát, hogy csetelni se lehetett az Iviven. Az Iviven is nem. Csak levelet lehetett. Ugye hát nem igen, ilyen e-mail-szerű. Igen. De jó volt, én szerettem. Voltak ott sikereim. És nagyobb sikered lett a való világ után? Na várja, még az első kérdést be se fejeztük, amit a másikba. Igen. A jelentkezés. Nem, igen. Nem. Nem jelentkeztem. A való világ előtt, egy fél évvel indított az RTL egy műsort, az volt a cím, hogy Randi Show. Ez úgy néz ki, hogy volt egy fal, 3 fiú, 3 lány, és akkor ismerkedjél. Uh-huh. És az Iviven kukázták ott az embereket a castingra, boldog-boldogtalan behívtak, akinek ott volt az adatlapján, hogy egyedülálló, és 15 kilométeren belül volt. Hát én ugye Érden lakok, az beesett a szórásba. A Bátori utcában. És az RTL egyik szerkesztője rám is rámírt, ismeretlen nagy Alekoszra, hogy lenne ez a műsor, egy próba felvételre volna kedvem. Hát csajoztam, hogyne? Hát ez egy jó lehetőség, ugye ott lehet ismerkedni, meg mindent lehet. Igen. Hát mert szép, hogy elvállaltam. És elmentem egy próba felvételre, ami aztán nem került adásba, az egész műsort lehúzták, de az ottani főszerkesztő, aki aztán a való világot is főszerkesztette, az ott látott engem, az látott ott meg engem, az látta meg bennem, hogy hát itt valami van. Ki és akkor a Flóri, Rubin Kristóf. Kristóf. És akkor behivatott az irodájába, és mondta, hogy Alekosz, itt ezt most tegyük is félre, ezt az egész randis témát, való világ, az a te életed útja. Mondom, ne viccelj már, ne viccelj már, hát én is már várom, hát már várom, hogy kezdődjön, hát otthon hátra dőlve akarok a konyakos pohárral a kezembe fotelba ülni és nézni. Azt mondta, hogy ezt te belülről fogod nézni. Mondom, nem, nem akarok. Én nem is akartam bemenni. Én nem is akartam az egészet. Csak aztán ott az irodában annyira meggyőző volt, annyira tényleg ott beszéltünk egy másfél, majdnem 2 órát, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor,
akkor csináljuk meg. De felelősséget nem vállalok, azt mondtam. De ő nem tudta akkor én még, hogy mire értem ezt, úgyhogy... Na és de ő volt az, aki az Origón azt írta rólad, hogy te voltál minden idők legjobb magyar reality show szereplője. Igen, igen, ő volt az, és ő ezt akkor látta meg ott a próba fölvétel alatt. Indulás való világ előtt, fél évvel az indulás előtt látta meg, és utána végigvitte a műsort, és... Vagy mit gondolsz, akik utánad jöttek, hogy ők képviselik azt a színvonalat, hogy vannak azon a színvonalon, mint te vagy? Vagy dehogyis. Lehet olyan magaslatokba eljutni? Egyedül a Zsuzsút tartom valamire, a többit, főleg Auréliót, szégyenfoltnak egyenesen, most megy a börtönbe. Hát a Zsuzsúval neked lehet, volt valami, tehát hogy volt valami sztorid, hogy ő... hogy nem, volt egy... Szerintem a Zsuzsú az egy méltó folytatása volt az Alekoszi karakternek, csak nőben. Hát valahogy én kedveltem. Tehát azzal az esetlenségével, avval a bájosságával, de azért úgy harcias is, meg azért nem is nézett ki rosszul. Tehát szerintem egy nagyon jó győztes. Abból lett valami amúgy? Ő üzen neked, hogy ugye te, amikor vidéki turnéra mentél, a Facebookon kitetted ezt a posztot, vidéki turnéra, mennyi csak hogy volt? Fehér megyében voltál, ugye? Azt tudni kell, hogy a Zsuzsunak... van egy Facebookot üzemeltető áll profilja. Ja. És az már népszerűbb, mint a Zsuzsunak a saját eredeti oldala. Ja, és sajnos a Zsuzsu tett lépéseket, tehát rendőrségi feljelentés is volt, azt hiszem, meg egész messzire ment, de nem tudta elérni, hogy megszüntessék azt az áll profilt. Tehát akkor azt nem ő írta. És az a helyzet alakult ki, hogy az áll profil, mondom, ismertebb, és hát nagyon népszerű, és sokan azt hiszik, hogy az a Zsuzsu. Pedig az nem a Zsuzsu. És szerencsétlen lányka nem tud ellene, ugye a Facebook ellen nem lehet mit csinálni. Hát ugyanaz, mint neked a TikTok meg az Instagram oldalad. Hát, mikor beszéltünk először telefonon, akkor én mondtam, hogy nagyon jók a TikTok videóid, mert a barátnőm kistestvére imád téged, és minden nap küldi a linkeket. És mondtad, hogy az nem is a tiéd. Igen, csak még a Zsuzsut ugye ez hát érthető szabarja. Módon bosszantja. Addig engem az áll TikTok azért nem, mert tulajdonképpen engem hirdet. Tehát, ez egy reklám. Meg azért nem forgatja ki, tehát azért édes élet, meglévő anyagokat tölt föl, valóvilágos. Tehát tulajdonképpen megtörtént eseményeket csak föltölti. Jó, néha bizonyos zenéket kicserél, de nem baj, hát hadd csinálja. Aurélióhoz visszatérve most, ő viszont azt képviseli, amit nem most szeretné lenni. De most így. A bűnöző az életmód. Ja, arra gondolsz? Hát nem, most börtönbe került. A tahóságatod ott van. Na és várja még itt a Zsuzsura, hogy ugye az áll profil, tehát az áll Zsuzsu, az földobta nekem a labdát, hogy velem ismerkedne. Én tudtam, hogy az áll Zsuzsu, de lecsaptam a labdát, mert a sajtó ezt imádta. És akkor a sajtóban ment egy ilyen pingpongozás Alekosz és az áll Zsuzsu között, amiről mindenki azt hitte, hogy a valódi Zsuzsu. De én tudtam végig, hogy nem. És akkor ebből egy nagyon aranyos kis sztori kerekedett, csak mivel az áll profilt üzemeltető az ugye hát civil amatőr, egy bizonyos szint után nem tudta ezt a média lépést tartani. És hát úgy kiszállt ebből, és én is ott hagytam. De attól főtlen a valódi Zsuzsúval egy találkozás, az tényleg érdemes volna. Ő szerinted a bűnöző típusú férfiakra? Nem, nem, szerintem ő neki bejönnék. Még, ki most, küldd el a linket. Hát most már késő. Hát. Találja meg a meglepetést. Hát nézd, én nem szoktam ilyenkor így üzengetni. Hívjuk el. De neked javasolom, hogy ő ezt a beszélgetést ajánld a figyelmébe, főleg ezt a részt, beszélj vele, és ha össze tudsz hozni egy ilyen kerekasztal beszélgetés, ahol ő is mondjuk itt ül, hát akkor szerintem meghozzuk ott... a fekete pákot. Szerintem ott... Csicsolinál. Nem. Ez is érdekes mindig, hogy amikor én vagyok, akkor kontextusba helyezik velem a pákót. Hát ne haragudj, nem is egy országból származik. Miért a pákot? Most, hogy ezt így mondod, nem is tűnt fel. Hát ő is nemzetközi sztár. A másik az, hogy jó, én értem a point, értem, de megmondom, mi a baj. Én bárkivel leülök, és engem bárkihez lehet hasonlítani. Egy kivétel van, amire nagyon ugrok. Tehát vulgáris emberekhez ne, és a Pákó vulgáris. Mm-hmm. Tehát a Pákó nagyon, és én az ilyeneket, embereket mélyen lenni. Hát de te most olyan akarsz lenni. A Berki nem. Nem vulgáris. Mondja, mutass egy olyan írást, mondatot, videót, ahol a Berki csúnyán beszél, vulgárisan beszél. Aha, értem most, mire gondolsz. Most más az, hogy amikor nem forog a kamera, én is nagyon off-szén vagyok, főleg a szexbe, meg mindenben. Tehát én is beszélek csúnyán, nem áll tőlem távol. De amikor megvan nyomva a piros gomb és forog a kamera, akkor nem. Sem Facebookon, sem kamerák előtt, sem rádióban, tilos. És azért a fekete pákó, hát azért na.
Tehát azért én mélyen megvettem. Mi? A csúnya, a Majkát is ezért különben. Aha, de a Majka neked beszólt, ott mi volt pontosan ez, hogy a Friderikusznak mondott valamit? Hát be nem szólt, akkor nekem akkor tudnak beszólni, hogyha értik, tudják, hogy minek szólnak be, de ő még azt se tudta. Ő azt mondta... Utána Friderik... tartod? A Majkát? Igen. Inkább csak primitívnek, buta, nem hiszem. A Friderikusznak azt mondta, amikor a Friderikusz szóba hozott engem, hogy Sándor, arra az emberről beszélünk, hát ő egy gyakorló bolond, vagy valami ilyesmi. De te előtte kedvelted? Gyakorló hülye, bocsánat, gyakorló hülye. De te előtte kedvelted a Majkát? Úgy gondoltad, hogy a való világosoknak össze kell tartani? Inkább úgy gondoltam, hogy ha nem is összetartani, de azért nem méltatlankodjunk egymással szembe. Még ha nem is kedveljük egymást, azért ez maradjon családon belül, házon, való világon belül. Igen, családon belül. És azzal, hogy azt mondta, hogy egy gyakorló hülyéről beszélünk, legalább akkor érvelte volna meg, hogy miért. Aha. Akkor Sándor reflektált rá, hogy ez hát nem is úgy van, akkor köpni nyelni nem tudott, elvörösödött, és akkor azt mondta, hogy ne haragudjon, Sándor maga többre tart egy Alekoszt, mint engem. Azt mondja a Friderikusz, hogy hát össze se lehet magukat hasonlítani. És akkor ott a Majka nagyon-nagyon szégyenben maradt, és akkor ugye ez miatt. Utána én reflektál, ugye ezért mentem én is utána. Ő azt mondta pontosan a Friderikusz, hogy téged jobban élvezett nézni, mint a Majkát, amit akkor bent volt. Igen, és ha a Friderikusztól megkérdezték volna miért, ő meg is tudta volna mondani, de ha Majkától megkérdezik, hogy miért tartod Alekosz hülyének, csöndben maradt volna. Leülnél vele egy asztalhoz, összehoznál vele egy találkozót? De azt mondta, bárkivel beszélne. Hát bárkivel, de vulgárisokkal nem. Tehát a Majka vulgáris, tehát vulgáris. Hát ő vele beszéltünk is, meg igen, jobban vagyunk, meg csinált egy interjút is. Kicsit gyávának tartom magát az embert, de úgy alapvetően nincs vele gond. De ő is egy nagy üzletember egyébként, most már mondhatni. Na igen, végső soron igen. Meg a gyúrás az akár kérhetné tőle tanácsokat, nem, hogy így a testépítés. Hát lehet, hogy meg is támogatna. Nem, hát ő nem. Ő ott... Hát de fogyni akar. Nem, a Kassa Tibinél az a helyzet, hogy ott az asszony hordja a nadrágot. Tehát ez látszik, ez nyilvánvaló. És ő azt a fajta... Miből látszik? Csak egy kíváncsi. Igen, ő azt a fajta apuka férfit testesíti meg, aki tényleg behódol, csak az otthon melege maradjon meg. Tehát tényleg inkább oda megyünk nyaralni, ahová a feleség óhajtja. Most veszünk is egy luxusautót, de az is, hát legyen akkor kabrió, mert csajosabb. Igaz, hogy luxus, de kabrió, picit csajos. Nem ám fekete BMW. Nem. Tehát egy picit úgy, jó, ezt úgy is föl lehet fogni, hogy ő családcentrikus. És miért tartod gyávára? A férfiak a legnagyobb hibát, amit elkövetnek, az, hogy olyan fajta családcentrikussá válnak, mint ő, mert szerintem ott már a férfiasság, mint maga kérdőjeleződik meg. De tényleg nem vagy családcentrikus? De én az vagyok, csak nekem erről más elképzelésem van. Te szeretnél gyereket? Hát igen. Hogyha úgy adódik, mondtam, hogy nem az igazit keresem, de ha úgy adódik, hogy egy... Besikerül? Tehát azért nem nehéz. Tehát néha 3-4 évente azért elkapok olyan szituációkat, amikor úgy bele-bele szeretek, és akkor az nagy, nagyra megy az, akkor az nagyon sikerül. És egy ilyen eltalál, akkor nem tartom kizártnak. Csak szerintem a férfi az. Tehát itt ez egy dominanciális kérdés. A nőnek mindig lejjebb kell lenni, mint a férfinek. És itt ez nem egy hím-sovinista duma, meg ez nem egy ilyen elnyomó, mit tudom én, milyen ilyen muszlim arab. Nem erről van szó. De miért? Egyszerűen a nőnek természeténél fogva gyengébb, törékenyebb. Kell, hogy fölnézzen a férfire. Kell, hogy támaszkodjon a férfire. Kell, hogy tényleg... Egy kicsit úgy istenítse, behódoljon neki. Tehát kell, hogy alázatos. Tehát kell, ha ez nincs meg, a legrosszabb az, amikor azt mondják, hogy hát legyünk egyenlőek. Vége. Az a kapcsolat a megismerkedés pillanatában halálra van ítélve, és hozzáteszem, csúfos válás a vége. Az ilyeneknek nagyon ronda válás a vége. Akkor azt mondod, hogy a Kassa Tibinek a kapcsolata az nem egy jó kapcsolat. Van a nő meg az... A nő a sztár. A nő a sztár. A nő de arra nem gondolom, mondjuk a nőnek vannak olyan tulajdonságok, amivel jobbak, mint a férfiak? Vannak, csak azok ne a férfiak terepén bontakozódjanak ki, és azok ne férfias foglalkozás. Tehát egy nő miért a férfiak terepén akar kiteljesedni? Egy nő mi a fenér akar bankár lenni? Egy nő miért akar ügyvéd lenni? Tehát egy nő miért akar... De miért ne akarhatna? Egy nő miért akar vállalatigazgató lenni? Hát de miért ne lehetne? Mert nem az a dolga. Hát ők is el tudják végezni azt a feladatot. Hát ne haragudj, mindenki el tud mindent végezni, de épp ezért bolondul meg a világ, hogy mindenkit elhelyeznek mindenhova, sőt, most már olyanokat helyeznek oda, ahova pont nem kéne. Van és ez egy ilyen dolog. Vagyon ő, aki nő?
Találkoztam már olyan? Sajnos van. Figyelj, nem. Ez is egy olyan dolog, hogy azt is el tudja végezni, de nem neki való. Oké, attól nem ilyen. Most meg kell kérdeznem, de akkor miért Doblev Kárát támogattad? Ez egy nagyon jó kérdés. Megválaszolom. Megválaszolom. Csak itt a válasz az már egy olyan témát fog magában hordozni, ami aztán tényleg egy külön téma. Csak így röviden? Röviden. Tényleg csak így nagyon. A szép nők maradjanak nőiesek, mert az a dolguk. Az előnytelen nem olyan szép már-már ronda nők. Azok pedig vállalhatnak néha olyan szerepeket, amiket ugye a férfiak is. Sőt, lehet, hogy abban még jobbak is. Lehet néha engedni az ilyeneket, lehet előre küldeni az ilyeneket, sőt, néha kell is. Túlzásba ne vigyük, hát előfordulnak ilyenek. És Magyarország miniszterelnöke lenne mondjuk, akkor azért előre van engedve. Igen, hát akkor igen, ő lenne a magaslaton, és mi lenne? Igen, csak Dobrev Klára az a ritka, tényleg nagyon ritka kivétel, aki úgy okos, tehát olyan szinten okos, hogy nőt is, férfit is meghazudtoló módon okos. Tehát ő egy nagyon ritka jelenség. Tehát ő tényleg. Tehát én férfiban nem is tudnék mondani olyan kvalitású, hát intelligenciájú embert, mint a Dobrev Klára. Tehát ő tényleg nagyon magasan. De akkor lehetne nyerve egy bankár, egy nő is ilyen. Persze. Bankár? Persze, ő lehetne. Ő lehetne. De nem minden sarkon teremnek Dobrev Klárák. Tehát azért ezt lássuk be. Tehát azért nagyjából olyan 1000 nőből egy olyan, mint ő. Körülbelül. És 1000 férfiből egy olyan, mint Kim Jong-un. Ennyit a politikáról, oké. De az még mindig érdekel, hogy akkor szerinted más területen nem is fordulhat ilyen nő elő? Vagy akkor, amit mondtál, nem lehet bankár vagy ügyvéd, nem lehet egy ilyen nő... Ilyen sajnos előfordul. Nem kéne hagyni. Azért tud előfordulni, mert hagyják. Tehát a rendszer hagyja. Tehát a világ afelé megy, hogy a nőknek lehessen, mindent lehessen szabad. Ne lehessen. Nem azt mondom, hogy tiltsuk el. Az a baj, hogy már annyira föl van ez a dolog engedve, hogy már, ha ezt megpróbálod meggátolni, rögtön beperelnek, rögtön minden leszel, aztán vége. Tehát nem szabadott volna hagyni elfajulni eddig a dolgokat. Tehát amíg a nő otthon volt, és nevelte a gyereket, és főzött, az nem arról szólt, hogy na, a nőt állítsuk a tűzhely mellé a sarokba, mert nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az a rendszer működött. 20-30-40 éves házasságok voltak akkor. Ma, hát 2 hónapig nem vagy együtt senkivel. Ha azt mondod a lánynak, hogy csináljon egy bundáskenyeret, csináljon, mit tudom én, teával, hát nem csinálja meg, mert sértésnek veszi, azt mondja, hogy ne arra, hogy ne csicskáztassál már engem. De te is ezt keresed most. Mit? Hát ezt, az 2-3 hónapos igen. kapcsolatod. Ja igen, csak én ezt tudatosan. Tehát én ennek nem áldozata vagyok, ugye? Mint az a férfi, csak aki megfigyelő. Reményteljesen belemegy egy ilyenbe, aztán reméli a házasságot, aztán jövő héten ki van dobva, hanem én tudatosan tudom azt, hogy én ezt keresem, és erre is számítok. Ha ma lefekszik velem, nem baj, ha reggel elmegy, mert jön a következő. Érted? Ha marad, örülök, de ha megy, úgyis jó. Tehát azért ez nagy különbség. Míg az előző esetben ugye a férfiak szerencsétlenek összejönnek a finom lánykával, és akkor azt hiszik, hogy majd az kitart, mit tudom, eddig, pedig nem fog. És akkor jön a csalódás, meg a minden. Engem azért nem ér csalódás, mert tudom, hogy nem az igazit keresem. De ha szembe találkoznál vele, akkor elküldenéd, vagy... Az igazit? Igen. És fölismerem, hogy ha igaz? Ha fölismered. Maga mellett tartanám. Tehát akkor szembe mennél az érveiddel. Akkor igen. 3-4 évente szokott előfordulni. Betty, és... Anett, Cynthia. Hát ez akkor a három most már volt Cynthia is? Hát igen, ő novembertől februárig. Ez év februárig. Mármint ő tavaly novembertől. Tehát tavaly novembertől, ugye ez év februárig. Tehát most februárban lesz egy éve, hogy vége. Hol ismerted őt meg? Facebookon. Nekem a Facebook az egy nagy terepem ilyen szempontból. Én nagyon sok lányra ráírok. Emlékszem a napra, november 1 volt tavaly, azt hiszem 30 lányra írtam rá aznap. De ez nem titok. Egyébként te az igazit keresed, csak nem mondod. Igen, csak nem mondod ki. Lehet. Nem mondod ki. Lényeg az, hogy teltek a napok, hetek, és tényleg minden nap 10-20-30-ra. És mindig... egyszer csak jött egy válasz. És ez mindig volt a Cynthia. Figyelj, olyan válasz, tehát önmagában az, hogy válaszolt, és ő a válaszába kérdést fogalmazott meg, ez volt az a pont, ami eldöntötte. Tehát föltette egy kérdést. Tehát nekem 10 éve nő nem tett föl kérdést. Ha én kérdezem, a nőt válaszol, de magától kérdést nő nem tesz fel. És a Cynthia először válaszolt, reflektálta neki küldött hangüzenetemre, és szintén hangüzenetbe megválaszolta a kérdésemet, és föltette egy kérdést. De nem gondolod, hogy a nők azért állnak így hozzád, mert te így állsz hozzájuk? Ez oda-vissza van?
Hogy? Hát, hogy mondjuk te egy kicsit lenézed őket, azt mondod, hogy a fiú... Ne haragudjál már, de miért nézném le? Tehát miben nyilvánul ez meg? Hát, amikor ők, én elküldök... ők ezt úgy foghatják föl, hogy te hát őket azzal... lekicsinyled. Hát ebben a PC világban. Ugye, hogy... Igen, mert ma, most, most is mondtál, hogy, gondolsz, hogy amit én elküldök... Nem, nem, nem az üzenet, hogy, nem, hogy egy férfinek ilyen... feljebb kell lennie, mint egy nőnek, ezt mikor mondjuk egy interjú, most ez sokan... Ja, és amikor beszáll a mafiózó autójába, az nem nézi le? A megverés után, miután megverte, nem nézi le? De az már azután van, miután már összejött vele. Te már... Hát ne haragudj, de mégis vele marad. Miért marad vele? Miért nem jelenti fel a rendőrséget? Hát kérdezd meg tőle. Azért nem jelenti fel, mert a nőket vonzza, azokat a nőket vonzza, ha valaki megveri őket. Ez tartja mellettük. De téged nem bánta. De te eddig nem, nem fogsz elmenni. Tehát, eddig hogy... nem, eddig nem, de hát köszönő viszonyban sincs az ilyen. De téged nem bántaná, ha mondjuk bunkóznál egy nővel, vagy megbántanád? Nem tudom elképzelni rólad, hogy te... Nézd, tehát itt két malomban őrlünk. Tehát az, hogy nekem van egy ilyen sarkos véleményem, az nem egyelő azzal, hogy én bunkó vagy tahó lennék a nőkkel. Nem vagyok az. De most azt szeretnél lenni. Nem, viselkedésben nem, megjelenésben, külsőség. Ja, értem. Külsőség. Egy picit talán, de nem az a fajta, amikor, tehát nem megverésről, meg nem tényleg nem erről van szó, csak egy picit úgy... Tehát picit úgy el akarom hagyni ezt az egész intelligens, ez az egész választékos kommunikáció, de őkkel nem kell választékosan beszélni. Le akarom egyszerűsíteni. Egy csomó mindent, tehát itt a 100%-ból egy 5-öt akarok hagyni, és 95-öt lefaradni. Külsőleg, belsőleg, kommunikációba, mindenbe. De hát a megverés az nyilván nem, de azért egy jó adagot lefaragni a kultúrából. És amikor ráírsz egy lányra a Facebookon, vagy hogy választod ki azokat a lányokat, akikre ráírsz egyébként, hogy mi alapja, hogy... Külsőség, fotó. Hogy akiket kidob aján ismerősnek, és azokra írsz rá, vagy mondjuk egy név tetszik neked, hogy mondjuk nem tudom, Andrea, és akkor az összes Andreára ráírsz. Andi. Ja, ma az Andikra. Jó kérdés, jó kérdés. Te is akarsz magadnak egy Andit. Jó kérdés. Melyik válaszsal kezdjem, a névvel, vagy a módszerrel? Módszerrel. Jó kérdés. Fején találtad a szöget. Először megnézem a földobott lehetséges ismerősöket. Először bejelölöm, mert ugye ha ráírok, nem vagyunk ismerősök, egyéb mappába kerül, nem olvass el. Először bejelölöm, 8-10-et. Aztán, ha visszaigazol valamelyik, akkor ugye már kontextus, akkor már megkapja a levelet, akkor ráírok, vagy hangüzenetet, hogy lássa, hogy nem kamu, mert sokan azt hiszik, hogy nem az eredeti oldal, de a hangüzenetet beazonosítja. Valami kedveset, valami nyitó, kezdeményező lépést oda teszek neki, és akkor így. Aztán van a név. Én a Gabriellát, tehát mint nevet, azt én nagyon szexuálisnak tartom. Tóth Gabi. Te mondtad neked telefonban, hogy a kultúra azzal meghalt Magyarországon, hogy Tóth Gabi éneket a pápának. Kossuth-díj magasságokról beszélünk, tehát az már nem, tehát az már túl kultúrál. Kossuth-díjas nem akarok. Azt nem akarok. Ő már bejelentkezett rá. Az már egy egészen más kulturális holdudvar. Tóth Gabriellát nem. Nem, hát azt nem. Meg ráadásul rövid hajú, tetovált, nem. Hagyjuk azt. Az már vége. Szóval Gabriellát én nagyon volt, tehát nekem az tetszik szexuális szempontból. És akkor kiszoktam választani, hogy beírom, hogy Gabriella, és akkor nem szisztematikusan megyek, városra lebontva. És akkor kijelölök egy várost, érthez közel persze, 10 kilométeren belül, Sóskút, Pusztazámor, Százhalombatta, 11. kerület, 22 Budatétény, tehát hogy nagyjából. És a Gabriellák, akik ott vannak, hát azokra. Aztán utána átmegyek megy mondjuk turné, egy ilyen Andrára, azt is még vonzónak találom, vagy egy Zsuzsát, mert az igazság, ezek ilyen régi nevek, és abból indulok ki, hogy akkor a gondolkodása is régi. Fiataloknak nem ilyen nevük lesz. Hát... Az a jó, az a... Igen, csak itt ezekben az esetekben a cél elérésének a gyorsasága a lényeg, és például ha veszünk egy Zsuzsát, akinek a neve Zsuzsa, viszont fiatal, akkor a nevéből fakadóan ő úgy szocializálódott, hogy el volt nyomba. És jól... ez hihetetlen. És ezek a következtetések nagyon jók. És ezért az én kezdeményezésemet ő nagyra fogja értékelni, magyarul siker lesz. Úgyhogy amikor nagyon fölfokozott állapotban vagyok, akkor ezt a módszert szisztematikusan járok. Otthon ülsz, és ezt így kitalálod a fejedben. Tehát leülsz, akkor már a zsuzsák merők elnyomottak, és végigpörgeted. Igen. Tehát a Facebook akkor igen, neked a csajozást is jelenti meg magát, a igen, platformot, igen, ami megmutatod magát. Tehát nagyon pontosan, jó posztok pontosan voltak ott. Hát ott pontosan volt a Alekosz múzsát keres, abból végül mi lett? Amikor múzsát kerestél, kertészkedni. Kertészkedni kellett mellette. Csak hogy ott legyen, meg amikor te művészked, te alkotásnak nevezted a... Főzni, alkotásnak nevezted a főzést. Vagy nem a értem, tudom, a hogy melyik volt az. Tudom, melyik volt az.
tehát annak az volt a mozgató rugója, hogy bemutassam, hogy hol lakok, milyen birtokomban, és ezzel egy kicsit nagyzolni a nő előtt. Sokan vannak lányok, akik drága albérleteket fizetnek, egyedül laknak, és akkor ezzel azt akartam kikommunikálni, hogy itt van hely, itt lehet lakni, csak cserébe össze kéne velem jönni. És ugye itt ennek ez volt a rugója, hogy esetleg valakin segíteni, de ugyanakkor akkor egymáson is segítünk, mert ugye akkor ő lakik nálam ingyen, nekem meg akkor lesz partnerem, és akkor szerintem ez így mindenkinek jó, de hát nem akart ez senki sem. Nem volt jelentkező. Nem is egyetlen egy jelentkező sem. A luxus tini volt az egyetlen posztod akkor, amire úgy ténylegesen jelentkeztek a karácsony. De ott meg komolytalan. Tehát ott a komolytalanság volt. Végül lett egy luxus tini, nem? A tíme, igen. Lett egy luxus tini. Tanárnő. Hát elfolytott szexuális vágyakkal rendelkezett, nem? Hát egy magyar tanár az azzal rendelkezik. És bevállalta is. És hihetetlen, hogy egy magyar tanárnő volt az egyetlen, akinek volt esze, és bevállalta. Érted? És annyira volt esze, hogy én a témával a mai napig ő a legjobb barátom lett. Nem igaz? A Baukó Éva az? Hát nehéz különbséget tenni. Ketten vannak. A témával ugye az első időszakban ugye volt közöttünk fizikai érintkezés, már nincsen. Barátok vagyunk, de tényleg a legjobbak. És azért eltelt 2 év. És ennek a posztnak köszönhető az, hogy nekem lett egy életre szóló barátom. Nem, és ez nem idegesít téged, hogy ő barát lett csak? Ő nem idegesít, mert én nem is gondolkodtam vele kapcsolatban többen. Tehát ő nem az a típus, amilyet keresünk, amilyenekről én most itt beszélek. Ő távolról sem az a típus, viszont akkor, abban az időben a sok... Igazán, akiket kerestem luxustinik után, ugye engem fölidegesítettek, mindenféle állapotba hoztak, akkor a tíme ott jó volt, és elvégezte a feladatot, és tényleg betöltötte az űröket, akkor az ott jó volt. Aztán, hogy utána ebből lett egy barátság, azt már tényleg csak az élet hozta így. És így az elmúlt egy hónapot lebont, hogy ugye minden nap írsz, hogy majdnem minden nap írsz ugye lányoknak, így mi a ráta, mi a sikerességi arány, hogy van, ami sikerül, vagy... Általában csak így elviccelik az emberek. És nem. Kétharmadot te is tudsz hozni? Demonstráljuk akkor ezt a dolgot. Figyelj, most fölmegyünk a Tinderre. Nem hiszem el. Azt kell tudni. Kamerába, légy szíves. Így is fog látszani. Milyen jó fenék, nézd meg. Loretta. Nézd meg, a fenekét mutatja, és 20 éves. Hát mi mást mutasson, látod? Ivádom. Nézd meg, és oda van írva, hogy jóga, asztrológia, bor, séta, gamer. Tessék. Te is játszol. Hát egy csomószor posztolsz arra, hogy Call of Duty-zol. Nézd meg a Lorettát. Ez van neki a fő képén, kint nézd. De neked már szerintem ezeket már dobja föl, nem? Sok keresés miatt. Szóval te bele ellennél, tehát te szoktál játszani, hogy, nem? Lényeg az, hogy előfizetés nincs, tehát natur módon használom a Tindert. 50-et enged jobbra húzni egy nap. Utána 12 órára letilt. Mindenkit jobbra húzok nézés nélkül. És az esetleges párbaállásokból, ha van, akkor abból lehet szelektálni, csak itt az a probléma. Lehet, hogy neked is a fenekedet kéne föltenni a képnek. Most cseréltem le a gyúrósokra. Tehát hiába húzkodom én tényleg hetekig, nincs párbaállás. És ez egy abszurd, hihetetlen dolog. Hát nézzük meg, most elkezdjük. Egy, kettő, három. Négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Azért nem mindenki 11, kellett 12, volna húzni. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 reklám. Azt balra. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 reklám. 49. Az nem kamu profil volt? Nem tudjuk. 49. És nézd meg, 12 órára le vagyok tiltva. 50-et húztunk jobbra, és nincs párvár, nincs egyezés. Én el sem viszem. És én ezt megcsináltam tegnap is, ma is, holnap is megfogom, és ha ide jövök a jövő hónapba, nem lesz egyezés. Hát mi ennek az oka? Hát akkor ezért váltott. Tehát ez az oka... Ez az indok arra, hogy párfordulás történt. Tehát, hogy te elkezdtél gyúrni, elengedted a nyakkendőt, mindent, és tényleg látszik rajtad. A válladon amúgy ténylegesen látszik. Azt szedsz valamit? Valami van? Napozik. Az egy klasszik szer, tömegnövelő szer. Nem igaz. Mondom, hogy a teheneket, disznókat ezzel hitlalják.
Hát van injekció formában is, de én a kapszulát választottam. Ja, értem. Túl drasztikusnak ítéltem meg, tehát azért a szúrás, tehát az már inkább ilyen sebészi, orvosi tudást igényel. Tehát még hogy nézett ki, oda ment hozzád egy ember, és azt mondta, hogy fordítva szeretnél, megkérdezte tőled? Hogy... Nem. Hát itt a tudatos test tömegnövelés a cél, gyorsan. Ugye itt nincs idő 10-20 évig edzeni, sőt, még ha addig is edzel szerek nélkül, akkor se tudsz fölmenni, az hülyeség, hogy valaki nagyon-nagyon néz ki, és tényleg látványos, és nem szed semmit. Mindenki szedi a napozint. Van, aki tagadja be, van, aki bevallja. Általában 15-20 év után vallják be, hogy hát igen, én már mindjárt az elején megmondom. Nem titok ez. Hát nem titok ez. Szedem a kapszulákat, minden gyorsabban fel akarok menni, mert az a cél. A test tömeg növelése. Kigyúrt kerekformák, tehát nem Kucsera Gábor, tehát nem tornász akarok lenni, mint a tehát vannak ezek a tornász izomzatok, hogy látszik, hogy erős, tehát, hogy látszik, hogy erős, de nem olyan. Tehát én az akarok lenni, aki kerek Schwarzenegger, tényleg, mint a Berki Krisztián is, tehát akin látszik, hogy egy olyan tagba szakadt. Ostoba, értem. Ez a cél. Ez de a cél. Nem félsz, hogy a libidódat oda vágja? Nem vágja. Nem. Szerintem nem vágja. Ez is mi van, ha mégis? Hát akkor majd leállok a szerről, de szerintem nem vágja. Nem, majd figyelem magamat. Csabán Berki Krisztiára például akkor lesz kopasz, haj. Várjam, itt két kérdés volt, itt egyben hangzott. Hogy van? Mert nyilatkozta is a Krisztián, hogy neki volt, hogy a potenciáját odavágta ezek a szerep. Hát, szerintem az csak show business volt. Szerintem az csak olyan volt, mint a herevasalás. Az se volt igaz. Persze. Szerintem csak úgy mondta. Lesz kopasz, haj. Nem tartom kizártnak. De jó, BMW vásárlás már folyamatban van. Nagy fekete lapszemcsi. Az se kizárt, a kopaszhaj se kizárt. Figyelj, semmit nem tartok kizártnak, ami primitív. Na, most egy kopasz ember általában primitív. Hát, hiszen nincs haja, hát azért. Most nem arról beszélünk, akinek kihullott, hanem arról beszélünk, aki szándékosan. Hát melyik okos értelmes ember akarja a meglévő haját levágni? Hát csak egy hülye. És idén karácsonykor is lesz poszt, hogy most... Volt, luxus autót vásárolnál, luxus tini fuvarozására. Mivel te karácsonykor már luxus tinivel szeretnél lenni? Hát az igazság, hogy... 18 éves. Az igazság, hogy amikor az a poszt született, egy időben a külső megváltoztatásával. Viszont most a külső megváltoztatása, egy más közelítési formát fog igényelni, ez még nincs meg, úgyhogy, mert ugye az a klasszik luxus tinis téma, az még a régi Alekosznak a rendszerében állta maga helyét. Most itt egy másik új Alekoszról kezdünk el beszélni. Nem biztos, hogy egy ilyen luxustinis megfogalmazás kompatibilizálna ezzel. Ide valami más kell. Valami sokkal egyszerűbb, sokkal rövidebb, valami olyasmi, hogy gyertek csajok, itt vagyok, vagy valami ilyesmi. Csak azért kérdezem, vagy csak írni azt, hogy akarsz, kérdőjel. Tehát valami nagyon taj, nagyon buta, nagyon jó csaj kompatibilis szövegkel, vagy csak kitenni egy kötek 20 000-es, nagyjából 2-3 millió forintot összefogni, és akkor ott berakni, de mondjuk nem mellzsebbe, mert ott a mellény akkor már nem létezik. Tehát valami, csak kidobni oda a sebességváltó közé a 20 000-eseket, vagy letenni egy pisztolyt a jobb anyósülésre. Érted? Hát valami ilyesmi. Hát de neked van rá engedélyed is. Nekem van, hát gázpisztolyon. Beszoktam menni vele a Tesco-ba is valamit, hajna. Hajna. Hát az oldalamon fönt van. Úristen, de jó. Itt van, bőrkabát alatt, farmer a rácsapó. Szegálosan. Hajna. Csak azért kérdezem, mert hogyha nem jön össze, akkor szerintem mondhatom ezt mindenki nevében, hogy szívesen karácsonyozunk együtt veled. Nem biztos, hogy valamelyik nap. Nem férfiakkal képzeltem el. Tehát, tényleg, én ezt értem meg, nagyon szívesen átjövök hozzátok inni, itt van ez a rum is, meg minden, tehát italozhatunk, szivarozhatunk, de én igénylem a hölgytársaságot. Tehát úgy nem is nagyon találkozok férfiakkal, ha nincs jelen egy hölgy. Tehát az kell. Hiszen ez a cél, ez nekem hiányozni fog a régi Alekosz. De tényleg. Nekem nagyon fog hiányozni, ha most már ilyen primitív posztok lesznek, már komolyan nem félsz, hogy ki fognak követni az emberek? Már ne, ez már nem te vagy. Hát puding próbálja az evés. Meg kell tehát soha nem fog kiderülni, ha nem megyek neki. Meg akarom próbálni, meg akarom nézni, meg akarom látni, hogy mi lesz akkor, ha. Tehát ezt ki kell próbálni, különben nem derül ki soha. Nekem az a kedvencem, bármit kiírsz, és mikor olvasom, én hallom a hangodat. Igen. A fejemben. Annyira jó posztjaid vannak, és én kinyomtattam búcsúzóul a kedvencemet. Az én kedvencemet, a leveledet, amit te írtál magad Kim Jong-unnak, és szeretném, ha te ezt felolvasnád, mert szerintem ez sokkal rosszul olvasnád. Mert csak posztformájában történt meg, és ezt sose lehetett hallani. És reméljük, aláírod nekünk. Ez nagyon-nagyon nagy téma volt. Ez nagyon nagyot ment ám. Tehát vissza is jött a tértívevény, ugye a levél. Ilyen Magyarországon szerintem senkinek nincs rajta. Nincs.
észak-koreai pecséttel, dátummal és aláírva. Tehát egy észak-koreai ember látta, azt ott kézbe vette és aláírta, és nekem oda visszaküldte. Tehát szerintem ez egy nagyon érdekes dolog ez. Ki tudja, lehet, hogy jön válasz. Várod még? Hát, nem figyelem a postást minden nap, de nem lepődnék meg, azért nem lepődnék meg, ha egyszer. Egy ilyen gurú. Egyszer úgy jönne. Azért, hogyha ír neki valaki, az szerintem pont Magyarországban csak, lehet, hogy kinyitja. Nem? Hogyha csak a titkára, vagy valaki, vagy mit tudom, hogy valaki odabő két mondatot, hát már elég volna. Mennék vele be a parlamentbe. Nagyon nagy esemény volna ám. Az óriási. A szolgálat, tehát mi a neve ennek a kémprogramnak? Az már rögtön lehallgatna. Pegasus már rögtön lehallgatna már mindjárt. Na, levél. Kedves vezető. Hát, vezető, tehát, ugye? Vezető. Kedves vezető. Kazinci nyelvén szólítom meg önt. Ahogyan arról már nyilván ön is értesült, szeretett hazám első média csendőrévé avanzsáltam magam, hogy gátat szabjak az elharapódzó erkölcsi romlásnak, mely észrevétlenül deportálja hazafias lelkületünket a szellemi gulágba. Magasztos célom tehát a mozdonyt vezetőket pörbefogni, s felettük diadalmat ülni. Addig azonban nem tudok kellően hazámmal kapcsolatos tendőimmel foglalkozni, míg a nemzetközi helyzet nem stabilizálódik. Hazám szellemi fáklyája vagyok, de fényemet nem tartóztathatom meg a világtól sem. Ezen buzgóságom közepette utasítom önt a közép- és nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták leszerelésére, hiszen szellemi forradalmamat kifejezetten rosszul érinti, ha ön továbbra is rakétákkal egerészik. No, de ne csak dorgáljam önt. Kifejezetten üdvözlöm a gesztusát, hogy déli szomszédai felé nyitottságot mutat, s különösen boldogsággal tölt el a tudat, hogy hivatalosan is küldöttséget küldött szánkozni Pyeongchangba. Hát az olimpia, ugye. Az irány jó. Ennek fényében ezennel meginvitálom önt Érdre, a Báthory utcába, ahol egy magyaros birkapörkölt mellett vitathatjuk meg a további teendőket. Legyen ez a bárány a békének szövét neke, s pecsétül az felett álljon a magyaros kovászos uborka, mely bús ugyan, de ereje Pyeongchangig ér. Ahogy azt az államalapító Kim Ir-sen fogalmazott, volna, a béke csak a kezdet. Várom önt, kedves vezető, várlak, kedves barátom. Tisztelettel nagy Alekosz, média csendőr. 2018, február 19, Érd. Elképesztő. Hát megy a jogos, a taps és a sikoly. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Hát ez nekem életem élménye lesz, hogy még találkozhattam talán azzal az Alekosszal, szerintem utolsó vagyok, aki találkozott azzal az Alekosszal, aki még ezt képviseli. Remélem visszatérsz. Igen, ez kétségkívül az utolsó Alekosz interjúk egyike, nem hiszem, hogy lesz már több, történet. Hiszen ma is megyek a konditerembe holnap is, tehát itt hamar el fog szaladni 1-2-3 hét, és szerintem 1-2-3 hét elég idő lesz arra, hogy drasztikus változáson menjek keresztül. Lehet, hogy 3 év múlva, ha ide leülök, akkor már nem ez az Alekosz, sőt, biztos nem ez fog itt ülni, nem így fog beszélni, nem ezek lesznek a témák. Lehet, is fogja ezt a rumot meginni. Nem tudom, mi lesz, de hogy nem ilyen, az biztos. Szeretettel. Köszönöm. Úgy tudom, ez a kedvenced. Hát nézd, én nyugodtan kijelenthetem, hogy ezt az italt, tehát én 40 év alatt elég sok mindent ittam, de ilyet 40 év alatt soha. Eddig életem legjobb itala. Tehát sok mindent el fogok hagyni, de ezt biztos, hogy nem. Tehát ez egy olyan ital, gyerekek, hogy a férfiak, férfi ital, aki teheti, próbálja ki. Tehát itt ez nem reklám, mert ugye most itt sokan azt hiszik azért, hogy betérve, mert hogy ez valami reklám. Nem, ezt én kaptam tőletek, köszönöm. De ismertétek. Ezt a szellemiségi férfiak isszák, vagy ezt a bunkó férfiak isszák. A bunkók ezt nem isszák. A bunkók rajávodkát isznak, nem? A bunkó ilyen kár, a bunkó az vodka narancsot iszik. De imádom. Vodka narancsot. Imádom. Vagy boros kólát. Vagy sört, az a kretének itala. Ilyet nem. De hát, ha még valaki megtalálja azokat az alekoszi anyagokat, amit elrejtettél a dudába. És akkor még... Az időkapszula? Hát az időkapszula az is. Mekkora volt az is? Hát nagyon nagy volt. Kihasználtam ugye az apadást, le volt apadva a Duna, kilátszottak a hídpillérek, valóságban kilátszottak. És akkor oda el lett ásva egy kapszula, aztán volt a tököli börtön,
Volt, amikor egy hétig homoszexuális akartam lenni. Rengeteg minden volt. Nekem a kedvencem a nemzeti dohányboltos, és ebből felbuzdulva csináltam is egy képet. Na, milyen képet? Hát ugye mondtad, hogy szerinted téged kéne rátenni a cigis dobozokra, hiszen ugye ez egy élvezeti cikk, és hogy az emberek igen, élvezik. Így van. És ebből felbuzdulva én egy ilyen képet készítettem. Ülj a mindenit. Figyelj, itt vagyok rajta, cigarettán. Hát de most mondd meg, hát nem jobban levenni az ember a polcról, hogyha meglátná ezt. Hát ez sokkal jobb ránézni szerintem. Szerintem levenni a polcról, hazamenne, hátradőlne úgy, mint én ebben a fotelban, kibontaná a cigit, rágyújtana, kitenni a dobozt az asztalra, és miközben szívja, nézegetni. Ihletet merítene. Hát de ha megveszi azokat a rákos, meg gégemetszet, meg mit tudom, milyen fotós dobozokat megveszi, szerintem kiveszi, áttölti az ezüst tárcájába, és azt kidobja a kukába. Ugye? Hát valószínűleg ez hát igen. Én sokkal jobban élvezném. Ne haragudjál, mert de hogyan lehet ilyen rákos fotókkal eladni egy élvezeti cikket? Hát ez abszurdnak tartottam ezt akkor is, most is. Hát ne haragudjál már, de meg rá van írva, hogy ugye a dohányzás halált okoz. Most akkor mérget árulsz? Igen, akkor miért árulod? Hát akkor bemegyek a rendőrségre, följelentelek, ne haragudjál. Hát most miért rá van írva a dobozra, hogy halált okoz? Hát akkor el akarod nekem adni a halált? Hát akkor még fizessek is érte? Hát ne haragudjunk már, szóval azért, na. Azért egy biztos. De egy végső megoldásod volt, mivel elmentél egy paphoz, és ezt csak én tudom. Ezt még sehol nem mondtad el, ezt nekem telefonon árultad el. Jó, ez volt az utcsó. De egyet szögezzünk le. Tehát teljesen mindegy, ki mit gondol. A cigaretta az egy élvezeti cikk. Így van. Főleg a nők szívják, mert úgy gondolom, hogy egy férfi pipázzon, vagy szivarozzon. De szívja. A nő az pedig dohányozzon, nyugodtan dohányozzon. Tehát itt most nem arról van szó, hogy tehát itt nem arról a dohányosokról beszélünk, hogy legugol a panel sarkába, aztán utána elpöcköli a rigót, mikor végzel. Tehát nem a prolikról beszélünk. Hanem arról beszélünk, hogy a dohányzás az tényleg egy élvezeti cikk, amikor bulizunk, italozunk, jó szívni, és azért van. Tehát ezért nem kell embereket fölakasztani, meg nem is értem komolyan, hogy miért van ez a nagy dohány ellenesség. Miért egészségtelen? Mi egészségtelen? Hát kimegyünk az utcára, egészségtelen. Na, hát most amíg élünk, hadd érezzük már jó magunkat. Az ital jó, a dohányzás jó. És a pap? Ki? A pap. A pap? Ugyanis úgy tudom, elmentél paphoz. Ez volt az utolsó revényed. Na jó, de hát az már... Igen, igen, hát ott az... Imádom, annyira imádom. Hát igen, igen, hát ott a csajozás volt, ugye, hogy miért nem akarnak engem, meg tényleg mindent megtettem, és visszadobtak, lefociztak, csúnya, brutális, méltatlan, gúnyos elutasítások voltak, és amikor már a sok századik, több ezredik bekövetkezik, akkor nem érted, hogy tehát akkor már kezdesz azon gondolkodni, miközben te tudod, hogy mindent megpróbálsz jól csinálni, és azon úgy helyén van meg minden, és mégse, akkor ott valami nagy baj lehet. És én meg voltam róla győződve, hogy antikrisztusi energiákat sugárzol ki, és valami rezgátolhatja meg. Mert ugye, amikor már egy pszichológus nem tud épkézláb magyarázatot erre, amikor egy reiki mester, amikor a javasasszonyok, meg senki se, hát akkor már csak a pap marad. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor kérjük egy pap véleményét, mondjuk ezt el neki, és mondja meg ő, hogy mi van. Ki más jobban értene ezekhez a dolgokhoz, nem egy pap, ugye? Így van. Ki más. És akkor elmentem az érdi paphoz, fogadott engem, és akkor beszéltünk egy órát, és akkor mondja meg. És ő megmondta, hogy ő nem lát ilyet. Elmondaná, hogy ha lenne, mert ő sok emberrel beszél, meg ismeri a kérdésnek a hátterét. Nem lát ilyet, nyugodjak meg. Csináljak mindent úgy, mint eddig, és azt tanácsolta. Egyszerű tanács volt ugyan, de hát nem tudom, azóta is érdekesnek tartom, mert nem tudom hova tenni a tanácsát. Mert értem is, meg nem is. A tanács úgy szólt, hogy menjek vissza elméletben azokhoz a kapcsolatokhoz, amik voltak, mert azért voltak, ugye, Betty, Anett, Cynthia, tehát voltak azért, és nézzem meg, hogy ott mit szerettek bennem a nők. Hogy én milyen voltam akkor, mit tettem, és azok a nők mire rezonáltak. És ugyanazt a cselekményt ültessem át egy újba, és ugyanúgy viselkedjek, ugyanúgy beszéljek, ugyanúgy tegyek mindent, mint a meglévő kapcsolatomban az újjal. És akkor majd az új arra ugyanúgy fog reagálni. Ez mind szép és jó. Meg a tanácsát meg is köszöntem, meg hát ez tényleg logikus. Csak a probléma itt az van, ott van, hogy ugye ahhoz, hogy te átültesd és úgy viselkedj, mint a régiekkel, ahhoz kell egy nő. De a probléma pontosan az, hogy nincsen. Ugye? Tehát akkor hol gyakorolt a tudást?
hogyan gyakorold, amikor nincsen hozzá partner. És ő valahogy ezt nem tudta, vagy nem volt elég időre, mert itt a probléma az volt, hogy miért nincsen, tehát hogy nincsen partner. Tehát amikor már van partner, akkor a lekosz jól működik, akkor a kapcsolat működik. Itt a probléma igazából az, hogy nincsen partner. És hogy miért nincsen, a miértje, az volt itt az alapkérdés. Zseniális. Én még szeretném látni még egyszer életemben a Puskás Arénában a Dzsuzsák kontra Alekosz sakkpárbajt. Tájékozott vagy. Az nekem a... Hát szerintem én kihagynám a VB döntőt, ha Magyarország játszana a VB döntőt, én azt jobban megnézném. És én elhalasztanám, hát igen, hogyha a Puskásban lenne. Mert ez igen, érdekesen. Amikor én a Dzsuzsákról beszéltem, hogy én akkor elég méltatlanul lenézően beszéltem, úgy is gondoltam egyébként. Csak tulajdonképpen mindvégig igaza volt, hiszen őt akarják a nők. Tehát az olyanokat. És ugye most, hogy én is olyan akarok lenni, így a Dzsuzsák Balázsnak a módszere már fölé, amit én annak idején lenéztem, az most ellenkezőjére fordul, fölértékelődik, hiszen én is olyan akarok lenni. Olyan primitív. Szerintem ez tökéletes záró. Alekosz mindig minden körülmények között. Mindig minden körülmények között. Nagyon szépen köszönjük hogy itt voltál. Adok még neked egy tapsot. És köszönjük, hogy hallgattatok minket. Kövessetek be minket Instagramon, iratkozzatok fel a csatornára, és hát sziasztok! 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 Még. Haj, de jó! Nem állítottam le! Erre reflektálni kell, figyelj, erre reflektálni kell. Ez nem így van, mert ezt el kéne felejteni, ezt a szeretett koldulást, hogy iratkozzunk föl meg minden, ezt nem kell ezt. Megmondom, mi a gond ezzel. Na, hogy kell? Egyszerűen nem kell mondani, és kész. Ne iratkozzatok. Nem kell. Tehát most minden youtuber könyörög. Iratkozzál föl, lájkoljál be, kövessél be. Tiszta szánalom. Ne kövessél, ne iratkozzál föl, ne is nézd meg a videót. Yes. Köszönjük szépen. Köszönjük és ezt még a régi Alekosz marketing érzéke mondta, az újé már nem fogja. Ez tökéletes volt. Köszönjük szépen. Szia, Alekosz. Hello.